A Magyar Atlétikai Szövetség azzal a céllal hívta életre a pénzdíjas szuperligát, hogy a szabadtéri szezonban a hazai versenyeken is rangos mezőny álljon rajthoz. Idén már 5. alkalommal indult el a sorozat, amelynek döntőjét a hétvégén rendezik a fővárosban. A döntővel párhuzamosan a Serdülő Magyar Liga döntőnek is otthont ad a Lantos Mihály Sportközpont. Nyíregyházáról 14-en lehetnek ott a viadalon. Az ugrók közül 3-an kvalifikálták magukat, a 3-asugró Leveleki Bence azonban mandula műtéte miatt nem indul a döntőn. Így Bakosi Péter magasugrásban, Zajász Petra pedig 3-asugrásban képviseli majd Bakosi Béla csoportját. Péternek továbbra is meg kéne őrizni a veretlenségét, bár ugye nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és nagyon könnyített edzéseket folytatott, meg pihent. És ugye a szezon végén majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én remélem azért, hogy az első helyet el tudja hozni. A Zajász Petrától az elvárás, ő egész évben nagyon-nagyon jól versenyzett, utánpótlás bajnokságot nyert, ugye felnőttek között is a legjobbak között van, azt gondolom, hogy az 1-3 helyezés valamelyiké el tudja hozni ő is, tehát úgy gondolom, hogy jó szereplés várható tőlük. A futók közül Osvárt Krisztina 400 és 800 méteren harcolta ki az indulás jogát, Tasité Dávid pedig 400-on áll majd rajthoz. A serdülőkorú sprinter Szilágyi Zsófia szereplése kisebb sérülés miatt még kérdéses. Széles Imre edző az első 3 közé várja tanítványait. Én úgy gondolom, hogy érződik a teljesítményeken az, hogy ez már a szezon végén állunk. Ettől függetlenül a Dávidtól én jó szereplést várok, hiszen 2 héttel ezelőtt egyéni csúcsot futott, szerintem ezt a formát ki tudjuk nála még tolni erre a versenyre is, akár egyéni csúcsot is futhat. A többieknek én azt gondolom, hogy ez a reális elvárás, amit mondtam, ez a 3. helyezés környéki teljesítmény megfelelő szerintem ebbe az időszakban már. Jó eséllyel indulnak a döntőn a nyíregyházi dobók is. A diszkoszvető Szikszai Róbert és Kerekes Dúra ugyanis az első helyen jutott a fináléba, de érmet szerezhet még diszkoszvetésben Káplár János és súlylökésben Kerekes László is.